Kartalon a megújult Petőfi téren tisztelektek az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt. Március 15-én az ünnepség keretében avatták és szentelték fel a Petőfi teret. Ünnepségünk megkezdés előtt annak a kedves kötelezettségemnek teszek eleget, hogy hivatalosan is átadjam önök számára a megújult Petőfi teret. A tavalyi év legnagyobb projektje a tér teljes felújítása volt, amit már régóta vártunk. Nagy segítségünkre a Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, mint közhasznú társaság részt vehetett a LEADER pályázatában, amit meg is nyertek. A beruházás teljes költségét önrész nélkül pályázati pénzből valósítottuk meg. A tér elkészült. A szökőkút és az ivókút a teretövező bolt tulajdonosok jóvoltából került elhelyezésre. Az önkormányzat képviselőtestületének támogatásával fákot ültettünk, és remélem virágosítással még szebbé tehetjük a falu központját, a Petőfi teret. Köszönjük a Nyugdíjas Egyesületnek, Herceg Jánosnénak, aki betegsége ellenére minden segítséget megadott, hogy a munka elindulhasson. Köszönet mindenkinek, aki pénzzel, munkával, bármilyen segítséggel hozzájárult faluközpontunk elkészítéséhez. Bízom benne, hogy jó lehetőséget biztosítunk a megújult tér, a falu, az iskola programjainak, a fiatalok kultúrát találkozó helyéül szolgálhat majd a jövőben. Kérek mindenkit, tekintse sajátjának, vigyázzon tisztaságára, óvja, vigyázza, ne rongálja. A teret Kartal lakóinak hivatalosan is átadom. Tamási József apát plébánost kérték fel arra, hogy felszentelje a Petőfi teret. Adja Isten, hogy annyi öröm legyen ezen a téren, hogy azt mondhassuk, hogy hát ezek szerint sikerült ez a felszentelés. Mert szakrálissá, szentté tenni egy picit is egy teret, ezzel a céllal történik. Hogy itt akár a papírbolt, akár a női kosztümök, kérem szépen, a horgászcikkek, és egészen a kilincsekig mindenki jó üzletet csináljon, és mindenki, aki vásárol, az meg legyen elégedve. De egy speciális feladatra ugyancsak szeretném kvázi kijelölni ezt a teret azzal, hogy megáldom és felszentelem. Ez pedig a fiatalok találkozási lehetősége. Itt találkozzatok, van itt és talán még lesz is néhány pad, ahova le lehet csücsülni. Most felejtsétek el, hogy ezt én mondom, nehogy valaki félreértse vagy hozzátegyen valamit. Meg szabad fognotok egymás kezét, ha az egyiketek fiú, a másik lány, csak akkor lehet beszélgetni, lehet álmodozni, hogy milyen is lesz majd a ti kapcsolatotok 5 év múlva vagy 10 év múlva, lehet akár együtt imádkozni azért a valakiért, aki elvesz téged feleségül, aki most még csak netán 5 éves vagy 15 éves vagy. Egy szóval jövőbe tekintve egész Kartalra legyen egy pozitív bélyeg nyomva azzal, hogy ez a tér most nem csak mozaik kövekből, hanem megszentelt víznek és papi áldásnak köszönhetően szakrális levegőből is áll össze. Kívánom mindenkinek, hogy jól érezze magát ezen a téren, jó beszélgetések, jó üzletelések, és nem utolsó sorban sok szép, jó ünnepség helyszíne is legyen. Mert bizony az ingyom-bingyom szoknyás néniktől kezdve a legkisebbek műsoráig ezek a pillanatok, órák mindig egész Kartalra kiterjedő örömöt, boldogságot okoznak. Ennek jegyében most csiribi-csiribú előveszem a megszentelt vizet, de mindenek előtt papi készfeltételem által legyen megáldva és megszentelve ez a Petőfi tér az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Na Petőfi Sándor, tudod, mi ketten kiskunságiak vagyunk, fogjunk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelhessék. Jöjjön, legyen meg a
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mindenkinek nagyon szép nemzeti ünneplést kívánok. Dicsértessék el Jézus Krisztus! Sári Szabolcs trombita szólója után a Játéksziget napközi otthonos óvoda Margaréta csoportja adott elő énekeket. Lányok ülnek a toronyba, aranykoszorúba, arra mennek a regények sárga sarkantyúba. Lányok, lányok, szépek vagytok, piósak. A Könyves Kálmán általános iskola diákjai is műsorral tisztelektek az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt. Kitart a prágai forradalom március 11-én. A bécsi forradalom március 13-án. A pesti forradalom március 15-én. A milánói forradalom március 18-án. A velencei forradalom március 22-én. A felsős énekkar is bemutatta a tudását. Kossuth Lajos nem lett volna, katona sem lettem volna, éjjel, éjjel a nemzet. Gyere, hajtás katonának, igen. Tóth Ilkó Mihály, Kartal polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, 1848. március 15-e a magyar nép szabadságáért és függetlenségéért vívott harcának jelképévé vált. Mit kíván a magyar nemzet? Kérdezték jókaiék. Leginkább békét, szabadságot, egyetértést. Vajon az eltelt több mint 160 esztendő után érvényesek-e még Petőfi szavai? Kívánhatunk-e mást ennél többet ma a magyar nemzet ünnepén? Hiszen néhány pontja ma is időszerű, a béke, a szabadság, az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet, a megértés, a testvériség elvének kellene ma is érvényesülnie. Mivel mi volt 48 titka? Összetartás, bátorság, együttműködés, lelkesedés, ahol a nemesség, a polgárság, a parasztság az egész társadalom közös összefogásával fektették le a polgári Magyarország alapjait. A polgármester úr szavai után a Kartali Nyugdíjas Egyesület asszonykórusának rövid műsora következett. Süvegemen nemzeti színrózsa, ajak a múlt kedves babám csókja. Ne sír, babám, nem megyek világa. Nemzetemnek vagyok katonája. Nem kerestek engemet kötélen. Zászló alá az ünnepség zárásaként Kartal nagyközség intézményei, civil szervezetei, a pártok képviselői és a Könyves Kálmán általános iskola diákjai helyezték el koszorúikat Petőfi Sándor szobránál.